ott van, ezt hegesztette, látod? Jó lett? Ezt most már aztán nem lehetne szétszedni, tehát ezt ő hegesztette meg. Ez egy olyan tábor, ahol többek között a lányok is hegeszthetnek, fúrhatnak és faraghatnak. A Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara először tavaly meghirdetett napközis tábora a jelek szerint érdekli a szülőket és a gyerekeket. A pályaválasztás előtt álló felsős általános iskolásokat és kisgimnazistákat így is megpróbálják segíteni. Tavaly 20-an, idén 22-en jelentkeztek. Ez majd a jövő dolga lesz és terve lesz, hogy esetleg jövőre két turnussal gondolkodunk-e, vagy esetleg emelt létszámmal, bár azt gondolom, hogy kezelhetőség szempontjából elegendő ez a létszám, és azért a cégekhez, ahogy bejutunk, azt gondolom, hogy ennyi fővel elegendően vagyunk. Az öt nap során nem csak a Bornemissza, a Kossuth Zsuzsa, vagy éppen a Wigner tanműhelyeiben látogattak el, hanem több gyár, illetve üzemlátogatáson is részt vettek a gyerekek. Egyik nap a fa és fém megmunkálás egyes elemeit próbálhatták ki, majd másnap az egyik cukrászdában a makaron készítés rejtelmeibe nyertek betekintést. Ez valamennyivel intenzívebb meg, és több helyre járunk, például ma is megyünk Parádra. Tavaly nem volt ilyen, hogy vidékre is kimegyünk, csak itt Tegerbe maradtunk. Sok újdonságot megtapasztalhattunk. Már minden volt a fejembe, megfordult, hogy akár ilyen építész is lehetnék, vagy ugyanazt, amit apukám, asztalos, vagy valami teljesen más, nem tudom. Az utolsó nap vetélkedő és mesterré avatár zárta a tábort.